Sziasztok! Következzen a kettes videó, folytassuk a Gerberának a levelével és a Bibe belső részével. És még el fogunk készíteni a virághoz ide belőle egy ilyen takaró részt. Mindjárt nem mutatom, miről beszélek. Erről a részéről, és készíteni fogunk ilyen kis kinyíló virágot, ennek is, ugye ezt a kis külső takarását és a leveleket. Ezekből a levelekből, ez attól függ, ti döntsétek el, hogy hány olyat szeretnétek, amiben van kinyíló virág. Én ebbe kettőt készítettem, a következőben viszont hármat fogok, úgyhogy ezt nektek kell eldönteni. Minden egy ilyen kinyíló virágnál általában három levél van összekapcsolva. A felső részeknél még itt általában ezt is eldöntetitek, hogy kettő vagy három, én mindenhova három-három levelet raktam összekapcsolásba. Kezdjük is el a levélet, ja, amit felhasználok, ugye ugyanazok a fonalak, majd ehhez egy másfeles horgolótű. Kezdjük most a levéllel, ami még nagyon fontos, ami kelleni fog hozzá, egy kis darab drót. Ez a drót körülbelül egy olyan 10-12 cm, de azért nem akarok mondani pontos ilyen vastagságú a drótom. Körülbelül mint egy cérna, egy olyan cérna, amivel szoktunk varni. Merevsége az elég erőteljes. Két fajta drótom van, a másik az ez, sajnos ez a fajta már elfogyott, úgyhogy ezzel pótoltam, viszont látható, ezt négyszeressel van nekem betekerve, hogy azért legyen benne tartása. Szóval, hogyha sikerül beszereznetek, akkor ez a fajta a jó drót, mert ez mégiscsak könnyen hajlítható, de van tartása. Szóval, sötétzölddel fogunk kezdeni, a levéllel fogjuk kezdeni, 15 darab láncszemmel indítunk. Kettő, három, négy, öt, hat, nyolc, kilenc, tíz, 11, 12, 13, 14, 15. Az első szemtől számított második szembe kezdjük a sima rövidpálcát. Még egy rövidpálca a következőbe. Első kettő rövidpálca, utána lévő kettő félpálca. Utána készíteni fogunk 6 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2, 3, 4, 5, hat, majd jön megint kettő darab félpálca, egy, kettő, és két darab rövid pálca a végére, egy, kettő. Ahhoz, hogy át tudjak menni a túloldalra, emelek felfelé egy darab láncszemet, és átjövök ide a túloldalon lévő kis részbe. Ezekbe fogom horgolni ugyanezeket. Szóval kezdjük egy rövid pálcával. Nem csúsztattam. Az elsőt azt nagyon nehéz belecsúsztatni, mert az nagyon-nagyon közel van a többihez. Na. Most sikerült. Szóval kezdünk egy darab rövid pálcával. Még egy rövid pálcával, egy fél pálcával, megint egy fél pálcával, 6 darab egyrehajtásos pálcával, egy, kettő, három, négy, öt, hat, a vége pedig két fél pálca, egy, kettő, és két rövid pálca, egy,
kettő. Eljutottam ide a végéhez, most pedig összekapcsolom ugye ezzel a szállal, amit mindig itt a legelső kezdeti pontnál van, egy sima szállal, és három láncemet horgolok felfelé. És most fogom berakni a drótot, ide illesztem hozzá, az első láncszemtől számított második láncszembe, tovább nem rögtön ide, hanem a mellette lévőbe, jön egy rövid pálca, a másodikban úgy szintén egy rövid pálca, és utána pedig ide lentre a tőbe kapcsolódom, és haladok innentől számított 7 darab rövid pálcán keresztül. Egy, picit hátrább megyek. Így. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. És hét. Mikor itt megvagyok a hetedik láncszemmel, készítek felfelé egy láncszemet, majd visszahurkolok, mintha egy pikó lenne, így, és ez lesz ez a kilógó része a szirom vagy a levélnek, amitől kicsit olyan tüskés hatása van. Ezután készítek felfelé három darab láncszemet, olyan rövid pálcát, bocsánat, egy, kettő, három, és megint emelek felfelé egy láncszemet, és megint úgy szintén készítek egy ilyen csúcsrészt, egy csücsköt. Ezután megyek még felfelé 4 darab láncszemet, hogy elérjem a csúcsot. Rövid pálcát. Bocsánat. 2, 3, 4. Szóval rövid pálca. Most beértem a csúcshoz, itt van ugye egyetlen egy láncszem, amit az előbb, mikor mondtam, hogy át tudjunk fordulni a túloldalra, itt emeltünk felfelé egy láncszemet. Most ebbe a láncszembe belejövök, és utána emelek felfelé 2 darab láncszemet, hogy csücsös legyen a levelünk, és ezt visszahurkolom megint, mintha pikó lenne. És ezzel ki fog alakulni egy kicsi csúcs, majd mindjárt, amikor elkezdem a túloldalt csinálni. Jövök tovább, 4 darab rövid pálca megint, és látjátok ott a csúcs része. 1, 2, 3, 4, emelek felfelé egy láncszemet, így, és megyek tovább, még 3-at. 1, a drót mindenképp legyen benne. 1, 2, 3, és emelek felfelé egy láncszemet. És megint visszahurkolok egy pikót. És utána lefelé horgolok 7 darab rövid pálcát. Ha láncszemet mondanék, bocsánat, rövid pálcákat horgolok, felfelé emelek csak láncszemet. Szóval 7 darab rövid pálcát. Majd amikor leérek a tőhöz, ugye emlékeztek rá, itt volt nekünk 2-3 darab láncem, amit visszafelé horgolva 2 darab láncemet horgoltunk. És ez még a hetedik, és innentől kezdve még lefelé horgolnom kell 2 darab, gyermát, 2 darab rövid pálcát ide, ebbe a szárba. 1, és még egy utolsót, hogy lemenjek teljesen a szárig. Ó, nem is látszik. 2. Szóval még egyszer, ami itt lent volt a szárnál, mindjárt mutatom. 2.
Utána összekapcsolom az elejét a hátuljával, az utolsó szállal, egy kúszó szemmel. És kihúzom. Már is mutatom. Szóval, innen indultunk a szárból lentről, három darab láncemet készítettünk, majd visszafelé horgoltunk kettő darab rövid pálcát. Aztán fölmentünk hét darab rövid pálcát, és itt csináltunk egy bubit. Majd három darab rövid pálcát, és csináltunk megint egy bubit. Felmentünk négy darab rövid pálcával, két láncemből csináltunk egy pikót. Itt visszafelé négy darab rövid pálca és egy bubi. Három darab rövid pálca és egy bubi. A tő aljáig eljöttünk hét darab rövid pálcával, plusz a két darab rövid pálca, amit itt az elején elkezdtünk. És utána, hogyha olyan keményebb, merevebb drótotok van, akkor ezzel a dróttal egy picit így felfelé, ha megnyomjátok, látjátok, akkor így kidudorodik a levélnek a felső része, így ezen lehet kicsit állítani, és utána megtekerni. Tekerem, tekerem, tekerem. És majd amikor bekerül a szirom a virág mellé, akkor lehet rajta akár így állítani, vagy vannak ilyen formában megálló levelek. Jó, ez lett volna a levél, és most akkor jöjjön a másik színnel, az a kis nyíló virág. Ezt is úgy szintén a másfeles tűvel fogjuk horgolni, ehhez viszont nem kell drót. Az ujjunkra készítünk 8 darab rövid pálcát egy varázsgyűrűbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Összekapcsolom az elejét a hátuljával. Így. Emelek felfelé egy láncemet, és elkezdek rövid pálcákat horgolni. Sima alap rövid pálcát, 8 darabot. 4, 5, 6, 7, 8. Jó. Összekapcsolom az elejét a hátuljával, és készítek még egy sor rövid pálcát, 8 darabot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó, megint összekapcsolom az elejét a hátuljával. Emelek felfelé egy láncemet, és most kifordítom. Így. Ez lesz lényegében az a kis pici aprócska bibe. És most horgolok még egy sort, úgy szintén 8 darab rövid pálcát. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, 7 és 8. Majd ismét összekapcsolom az elejét a hátuljával. Hoppá. 8. Oké. És most pedig el fogunk kezdeni a külső szálba láncemeket készíteni. Méghozzá úgy néz ki, hogy megfelezem ezt a fonatot, és a külső szálba, ami felém áll, ebbe készítek először is egy rövid pálcát, majd emelek felfelé 10 darab láncemet. 1,
kettő, három, négy, öt, hat, hét, nem, bocsánat, 8 darab láncszemet. 8 darab láncszemet. Az első szemtől számított, második szemtől szembe elkezdünk kúszó szemmel lejönni. Egy. Végig az egész szemen kúszó szemekkel fogunk lefelé jönni. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. És itt, amikor ide lejövünk a tőhöz, ide is, ahon kezdtük, oda is belehurkolunk egy kúszószemet. Majd átmegyek a következő szemre, úgy szintén csak a felébe. És itt is ugyanezt elkészítem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És kúszószemmel visszajövök. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És úgy szintén le a tőbe, ide is lehurkolom. És így megyek végig mind a 8 szemen, és utána visszajövök. Ha elkészítettük a kis polipunknak a 8 ágát, akkor összekapcsoljuk egy kúszószemmel, és egyszerűen elvágjuk a fonalat. Jó, jelenleg így kell kinéznie, de ne ijedjetek meg attól függetlenül, hogy ez lefelé áll, mert ez a kis polipocska, ez át fog nekünk úgyis ide alulra fordulni. És utána ez majd így fog kinézni. Jó? És ezután pedig elkészítjük akkor ezt a külső peremrészt, ami valójában így néz ki. Megkészítettem belőle egyet, hogy meg tudjam mutatni. Szóval ezt így fogjuk elkészíteni, és ez a kis virág, ez ide fog beleülni ebbe a kis bibébe, és lényegében így fognak együtt kinézni. Akkor most készítsük el ezt a részt is. Szóval úgy szintén 8 darab rövid pálcával kezdünk varázsgyűrűben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, összekapcsoljuk az elejét a hátuljával, egy kúszószemmel. Majd ezután a következő sor, vagy nem kúszószemmel, ezt most rendes, normális pálcával csináljátok. Ezután minden egyes szába elkezdünk dupla, egyrehajtásos pálcát készíteni, úgyhogy emelünk felfelé először is 3 darab láncszemet, 1, 2, 3, majd ugyanebbe a lukba készítünk egy darab egyrehajtásos pálcát. Ugye ez itt hátulról lesz majd, úgyhogy ebbe a mellette lévő lukba jön még egy egyrehajtásos pálca. Ez lesz az első dupla mellette lévőbe úgy szintén dupla egyrehajtásos pálca. 1, 2, majd megint dupla egyrehajtásos pálca. 1, 2, megint dupla, 1, 2, megint dupla, 1, 2, és megyünk dupla, 2, megint dupla. És ide az utolsó szembe, emlékeztek, ez volt a 3 darab láncem, annak ott a luka, oda pedig egy szimplát fogunk még lerakni, hogy ott is meglegyen a dupla. És ha összeszámoljátok, ennek összesen 16 darab láncemnek kell lenni.
Összekapcsolom az elejét a hátuljával, emelek felfelé négy darab láncszemet. Az első szembe kúszószem, a mellette vagy alatta lévő kettőbe rövid pálca, és a tőle eső második szembe, jaj, az, na, az innen eső második szembe, vagyis ide fogjuk egy kúszószemmel lehurkolni. Így. Majd megint emelek felfelé négy darab láncszemet. Az első szem kúszószem. A második már rövid pálca. És a harmadik is rövid pálca. És megint egy-kettő letesszük ide. Megint négy láncem, kettő, három, négy. Az elsőbe kúszószem, és a mellette lévő kettőbe pedig rövid pálcát készítünk. Egy, kettő, és letesszük megint az egy-kettő tőle második szembe eső lukba. Így megyek végig, és amikor körbeértem, jövök vissza. Miután elkészültünk a 8 darab kis csúcs résszel, az utolsót úgy szintén lehurkoljuk, a tőle második lukra eső részbe. Teszek felfelé egy hurkot, és lezárom fonalamat. Ezt a fonalat én már is rögtön úgy szoktam megoldani, hogy a külső részről, látjátok, ez a szép fele, innen a tőtől felhurkolok ide, ide, és lehúzom. Ugyanis nekünk ez a fonál kívülről fog kelleni, mindjárt elmondom miért, és ezt is, ami itt van, ezt a két fonalat szépen ki lehet húzni középre. Így. Ugyanis amikor feltoljuk majd a virágnál, most meg is mutatom nektek, hogyan készül, vagy hogyan kerül ez föl a virágra. Ugye itt volt ez a virágunk, és oda csináltunk neki egy ilyen kis gubót, hogy elfedje. Ez nagyon jól jön nekünk, mert hogy ez a rész, ez néha így kilapul. De azzal, hogy ott van ez a gubó, nem tud annyira kilapulni, és megpróbálom ezt így, ide beleraktam a közép részbe, és egészen föltolom teljesen a virág tetejéig, és ez a rész, ez itt maradjon kívül. Szóval a gubó az úgy kinyomja egy picit, és látjátok, egy picit olyan igazi hatást kelt. Az mindegy, hogy hova fog kerülni, mert utána megint egy szalaggal, majd ahogy elkezdjük a leveleket is például rátenni, egy szalaggal ezt itt végig le fogjuk ragasztani. Most pedig megmutatnám nektek, hogy hogyan készül az a rész, amikor ezt beledrótozzuk ebbe a kis bibe takaróba. Szóval először is egy tűt veszünk, és belefűzzük a cérnánkat. Ezt a hátsó nagyobb lukat, ezt egy picikét össze kell húznunk. Ezt méghozzá úgy fogjuk tudni megcsinálni, hogy ide-oda öltésekkel ezen a külső peremen végig megyünk, ha maradt annyi cérnánk, és ezzel egy picikét össze fogjuk tudni húzni, hogy ez a hátsó rész itt keskenyebb legyen. Ezek túl kevés cérnát hagytam. Jó. Így ez így jó is lesz. Szóval, ezt így összedolgozom, és megnézitek, akkor ezt a belső lukat, ezt szinte teljesen el is lehet tüntetni, de ne tüntessétek el teljesen, mert a drótot majd át kell tudnunk fűzni rajta. Szóval, ide, erre a részre úgy szintén veszek egy kisebb darab drótot, körülbelül akkora bőven elég, ja, és ezt a fonalat is, ugye ez itt a biber rész belül, látjátok? Ez itt az a rész, ugye az a kis gumó, amiből kijön elméletileg a virág, vagy ott vannak a virágmagok, vagy nem is tudom. Szóval minden egyes cérnadarabot úgy szintén megint ide hátra kell bevezetni, hogy innen az oldalfalról ezt a részt is el lehet ide rejtegetni hátra.
Na most, miután ezt elrejtettük, jön a drótunk, ezt így lehajtjuk. Ezeket a részeket itt meg lehet melegíteni egy picit gyertya fölött, és így jól benyomkodni, hogy megtartsa a formáját, és úgy maradjon, és úgy szintén ennél a résznél is meg lehet azt oldani, hogy egy picit gyertya fölé rakjátok, az ujjatokra így rányomogatjátok utána még meleg állapotban. Nem mondom azt, hogy teljesen felveszi a formáját, amit kell, de lehet picit idomítani rajta. Szóval, fogom a drótot, első körben beleszúrok egy ponton, az igazából mindegy is, hogy hol. A lényeg, hogy jöjjön át erre a bibe melletti részre, nem tudom mennyire látszik, ide átjön. Ezután kicsit fölhúzzátok, vagy ha még lehet, akkor itt rögtön tőnél. Miután beleszúrtátok, bele kell rakni ebbe, kapcsolok lámpát, bele kell rakni ide rögtön a bibébe. Áttugni teljesen a túloldalra. Így, ha átjött a túloldalra, akkor vissza kell dugni a másik oldalára ennek a kis bibének. Így. Ígyni. Szóval lényegében keresztül szúrjuk ezen a kis nem kinyílt virág részen, de fontos, hogy benne legyen ez a bibe is. És így húzom végig, majd ezután megkeresem körülbelül a felét, összehajtom, és arra figyeljetek, nem összenyomni semmiképp, mert akkor a bibe eldeformálódik. Most az enyém jól el is deformálódott. Ezt visszaállítom. Ennek fontos, hogy ez kerek maradjon. Szóval a bibének így kereknek kell maradni. És amikor ez a drót benne van, semmiképp sem szabad laposra hajtani, hanem úgy kell hajtani, hogy ezt egy picit behajtjátok, de ott fölül is lapos maradjon. Majd ezt a felét is kicsit így, nem tudom mennyire látszik. Szóval, hogy nem összenyomtam, hanem laposan elhajlítottam ezt is, és ezt is. És így nem szorítja össze a bibét. Ha kicsit összeszorul, vissza lehet igazítani, de látjátok? Szép marad a bibe. És akkor ezután megfogni a fonalat, ami itt van, és ezzel együtt el lehet kezdeni most már összetekerni. Egy szárat adni lényegében ennek a kis szárunknak, vagy ennek a kis fejünknek. De aki nem így szeretné, láttam olyat is, hogy szilikonos ragasztópisztollyal beleragasztja a bibébe. Vagyis ebbe a zöld bigyóba, ebbe. Szóval ezt most én így teljesen betekergetem, így, és ezután bele fogom ide dugni ennek a közepébe. Így, ide is beledugjuk. Ebből a zöld takaró részből, amennyi nem kinyílt virágot szeretnétek, annyi mindenképp kell, annyiszor egy, plusz a virágotoknak a tövéhez is kell egy. Én összesen, mindjárt megszámolom, 3, 6, 9, 10 darabot csináltam belőle. Ezekből a kis nem kinyíló virágokból pedig, kettőt-kettőt a virágokra, és ebbe pedig hármat fogok tenni. Szóval, ezt itt most belerakom, és teljesen föl kell húzni a száron, hogy oda menjen a közép részbe, amit az előbb megigazítottunk. Így. És ezután majd ugye ezt beigazítjuk, és akkor úgy fog beállni. De mondom ezt akár, hogyha nagyon szeretnétek, hogy igazán olyan formájú legyen, mint a valódiak, akkor lehet egy picike cukros vízzel esetleg így keményíteni, de hogyha egy pici mécsest elővesztek, egy picike kis mécsest fölé hajlítod, és utána így az ujjaiddal összefogod, megnyomod, és picit így visszafelé nyomogatod, akkor be fog állni erre a formára. És ez a kis takaró rész, ez is úgy szintén. Na és akkor most megmutatom, hogy hogy rakjuk ehhez a szárat, vagyis a leveleket. Először is ugye elkészül ez a kis bibécskénk, tépek egy nagyon pici zöld takarószalagot, ezt egészen mehet föl tőhöz, és ezt elkezdem most itt
befedni. És ahogy ezt tekerem, nem sokat haladok lefelé, mondjuk rá úgy, hogy egy két és fél ujnyit. Ezt most teljesen lefedem. Ezeket le is lehet már vágni. És utána megfogom három darab levelet. Egyet ide. Rögtön mellé a másikat. És a harmadikat pedig velük szembe. Túloldalra. És ezt a hármat ismét elkezdem egy szártakaróval befedni. Érdemes úgy, hogy picikét eltolva egymástól, látjátok, nem egymás mellé, nem egymással szembe, lehet egyesével is bepakolászni őket, ez már teljesen tőletek függ, hogy hogyan illesztitek be a leveleket, és lényegében ezzel elkészül egy olyan része, vagy ennek a kis virágnak, mindjárt mutatom, amit teljesbe hozzá kell majd illeszteni. Ezután fogom a leveleket, és úgy irányítom meg, úgy formálom, akár így álljon, akár kifelé lógjon, van egy cérnát, levágom. Ez is akár nyugodtan kiállhat. Ez már teljesen tőletek függ, hogy a természetben hogyan helyezkednek el ezek a szirmok, levelek, hogy hogyan akarjátok, hogy hogyan álljon. És mutatom, hogy hogyan. Szóval, amikor elkezditek a virágot szártakaróval befedni, akkor először jönnek a levelek. Egy levél, majd kicsit lejjebb, másik levél, és tovább megyünk, harmadik levél. Azért nem tudom most teljesen megmutatni, mert még nekem csak nincs kész az összes levelem, csak 9 darab, úgyhogy ennyit tudok megmutatni. Ezután, ha megvannak a levelek, ugye ez itt már itt a tőnél rögtön van, rögtön 3, ezután megyünk lefelé egy nagyon minimálisat, és rögtön jöhet mellé ez a kiállós bibés rész, amit kifelé hajtunk egy picit. Ami itt lesz rögtön a virág mellett, de kifelé hajtjuk. Ezen mutatom tovább. Majd úgy szintén ugyanezt a szirmot áttesszük a másik oldalra is. Egy picivel lejjebb, de mégis párhuzamosan a túloldalon lesz úgy szintén egy burjányzó bibe. Ezután haladunk lefelé, és a száron megint elrejtünk 3 darab levelet. És ezzel lényegében elkészül a virágnak az a része, amit a levelek borítanak. És miután ez a 3 teljes virág elkészült, ezután egyszerűen csak vázába teszem. Nem tudom, hogy mutassam, hogy jól látszódjon. Vázába teszem. A váza aljába lehet fehér kavicsokat pakolni, de akár így magában is gyönyörűen mutat a vázában. Ennyi lett volna a mai videó. Remélem, hogy érthető volt, és könnyen el fogjátok tudni készíteni. Hogyha tetszett, akkor kérlek kövess be és lájkolj, oszd meg a videót, és ha van kedved, nyugodtan írd meg a véleményed róla. Nem sokára jönni fogok még videóval, jelenleg most szabadságra megyünk mi is, úgyhogy egy picikét most nem leszek, egy pár hétig. Utána újra jönni fogok, és új témát keresünk, ugyanis véget ért a húsvét, és ezután ugye jönnek majd mindenféle mini minták és egyéb dolgok, amiket még eddig, amivel még el vagyok maradva, mindenképp hozni fogok még új mintákat. Addig is nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, nagyon-nagyon jó pihenést annak, aki megteheti, és aki hosszú útra indul haza, annak pedig azt kívánom, hogy akadálymentes legyen és gyorsan történjen. Remélem nálunk is így lesz. További szép napot kívánok nektek, szép estét, jó alkotást, sziasztok!